Na akkor kérem szépen, hova megyünk? Laborba megyünk természetesen. Mi az, amire nekem szükségem lesz? Ezt kipakolom szépen, és ígéretemhez hűen ugye nem használtam soha többé a büdös életbe azt a... mi az Istent? Jusson már eszembe, öngyújtót. Jó, tehát sejthetitek, hogy nem is nagyon volt rá szükség. Na most, ami nekem kelleni fog mindenképpen... Mennyi szart hagytam itt, édes Istenem? Szóval, hova tettem? Shotgunomat megvan. Itt vannak a magnum lőszereim, kell nekem a shotgun sellem. Szerencsére Jillhez bele lehet pakolni egyébként mindent is. Kell a magnumom. Mi van még itt? Nézzünk körül. Azt mondja, hogy jelenleg a... nézzük csak, hol van a gránátvetőm. Gránátvető, mutasd magad! Gyerünk! Végén járunk, gyerekek, csak van való gránátvető. Meg is van. Milyen lőszerből van cuccunk? Azt mondja, hogy van sima szürke, van... kicsit sokat válogatok. Tényleg kicsit rendezgetnem kellene, vagy nem fölvenni ennyi cuccot. Ezt tesszük a helyére, oké. Okay. És mink van még? Van ilyen gránátunk is, ami tök jó dolog. És van még valahol shotgun lőszer, vagy azokat már magnum lőszer, vagy azokat mindegy szállig elhasználtam, kipakoltam, mindjárt megnézzük, de elvileg itt a vége neki. Gyakorlatilag is itt a vége, jó? Tehát most akkor szépen fölpakolva, elvileg mindennel is. Hagytam magamnak egy helyet. A gránátot azt kicserélem erre, ez nekem tökéletes. Úgyis... lesz majd lehetőségem más csinálni, ezeket pedig egyelőre nagyjából a közelbe elpakolom, jó? Kicsit később talán szükségem lesz rájuk, de remélhetőleg nem, ezt meg odébb teszem egyel. Úgyné, menjünk vadászni, jó? Úgyné, köszönöm szépen. Lehetőleg esetleg mondjuk úgy, hogy föl is veszem azt a rohadékot, nézzük csak akkor mi van. Na, hamarosan kiderül, hogy mennyire vagyok béna, jó? Hamarosan kiderül. Természetesen. Na nézzük. Szóval, szokásos igazából az útvonal, pontosan ugyanaz, mint amit ugye Krisztel is kellett csinálnunk, az a nagy különbség. A francba belefutottam, nem akartam, mindegy. Kicsit megsütjük a valagát. És igazából a haverja az meg oda lent vár minket. Remélhetőleg gyorsabb leszek nála. Igen, gyorsabb vagyok nála, jó? És ugye megint ide lent kezdünk, természetesen. Ugyanaz a történet igazából, jó? Tehát annyira nem kell rajta meglepődni. Kinyitunk mindent az égvilágon, ami nekünk tök jó lesz. Bemegyünk erre, szevasz haver. Francban nem ezt akartam, bocsánat. Minden, hanem megpróbálni is. Jó, igazából elfeküdt, és remélhetőleg nem fog visszatérni hozzánk barátkozni. Jó, lehet jobban jártam volna egyébként, hogyha magnummal leszedem a fejét, de ugye nincs ilyen opció, mint Krisznél, hogy gránáttal fölrobbantjuk. Nem olyan erősek az önvédelmi fegyverek. Na, ami nekem rögtön itt föltűnik, hogy van telibe szembe egy ilyen valahol, nem ott, annyira idegesít, hogy az égvilágon minden csezmeg lefeliratoztak, csak azt nem, amik én azaz, köszönöm szépen. Valamint, ha már elhasználtam kettőt is belőle, akkor szépen utána visszapótolom. Azt, hogy itt van egy kicsit odébb még. A kameraszög miatt nem olyan egyszerű megtalálni egyébként. Még egy aksi, köszönöm szépen. Próbáltam ott az első zombit kikerülni egyébként, úgyis majd megyek vissza, és úgyis le kell lövöldöznöm őket, szóval tök fölösleges, de mindegy, beleszaladtam sajnos. Szóval, megint csak ki kell nyitnunk, ugye, és megint csak az a helyzet, hogy az egyik kutatónak a neve ugye John, amit ugye Resident Evil 2-ből ismerhetünk, ez a belépő név, és Ada, vajon kire utalhat? Nem tudom, Ada Carsonra talán. Meg is van. Accessing, ugye be is fogunk jutni szépen most. Úgy gyerekek, de túltoltam itt egy fél pillanat türelmet kérek, kicsikét túltoltam itt a háttér eltüntetés. Gyorsan csak igazítok magamon egy csöppet, mert ez így valami mocskos módon zavaró. Szóval ezt így, és ezt egy kicsit följebb. Csak hogy ne legyen már ennyire ilyen szinten basszus eltüntetve. Tehát rendesen legyen már eltüntetve az, hogy mi az Isten csinálok. Bocsánat, és... nagyjából talán most már jók vagyunk lassan. Ez vagy, hogy különböző fényviszonyok között kell tesztelni, és általában... na... nagyjából jó a dolog. Mindegy, egy kicsike zaj van ott, de nem olyan vészes. Jó, szóval kérem szépen, akkor megyünk tovább most. Először is kinyitjuk ugye a második emeletet, ez külön jelszó kell. Nagyon egyszerű egyébként, cell, mint cella, jó? Tehát C-E-L-L. Az eredeti első részben MOL volt a jelszó itt, tehát MOLE. Oké, okay, második emeleti cella, az nyitva is van, köszönöm szépen.
illetve akkor a harmadik emelet, cella, szoba, és akkor a harmadik emelet is ugye kinyitjuk. Tökéletes, köszönöm szépen, meg is vagyunk mindennel. Kinyitottuk a szobákat, és cancel. Természetesen bezárjuk, jó. Innentől kezdve ugye nem kell nekünk körbe futkosni, megkeresni a dolgokat, ezt mondtam már az elején is, hogy én már nyilván ezeket tudom, szóval így fogom használni, teljesen egyértelmű. Gyerünk. Most itt pedig, most ha már kinyitottam. Aha, ő még mindig fekszik, hál' Istennek. Ne legyen Crimson Head, azaz egy legyen, hogy ne legyen Crimson Head, bakker. Nagyon remélem, hogy nem lesz ilyen problémám. Nagyon remélem. Rohadt anyját neki. Hol van a haverom? Hogy ő ott fekszik? Másikat meg eltűnt, vagy? Nem, itt! Ó, cseszed! Totál máshol voltak, mint kellett volna. Totál máshol voltak, mint kellett volna, na mindegy. Ez van. Most itt pedig... Nem. Oké, igen, passcode, köszönöm szépen. 8... Vissza. 8... Mind a kettő vissza. 8... 6... 4... 2... Köszönöm szépen. Nem? 8, 4, 6, 2? Még egyszer. 8, 4, 6, 2. Na végre, oké, bocsánat, apró baki. Először is kinyitottuk ott. Út! Megvan, köszönöm. A módiszkem. És. Gyorsan felszedem ezt. Most egy kicsit meg kell variálnom az útvonalamat sajnálatos módon. De ez van, ez legyen a legnagyobb problémám, ugye? Itt pedig van ugye jó kis vetítő továbbra is egyébként. Egy movie projektor, szóval lehet projektálni, hogyha valaki nagyon szeretne itt moviekat. Na most nekem, most a következő harci feladatom lesz. Azon kívül, hogy szerintem... Hagyjál békén. Na. Kis kitérő, mert sajnálatos módon túl sok mindent vettem magamhoz, és kell csinálnom egy helyet, mielőtt tovább mennék. Lehet, hogy fölösleges volt egyébként magammal hozni mindent, na mindegy. Ez van. Szóval, először is... Lejövök ide, és szépen elhasználom. Majd látjátok, hogy most tele vagyok, mint a déli busz, nekem pedig kellene még egy igazából. Ez így van, és akkor őt is használom. Ja, ne felejtsek el visszamenni. Gyerünk már. Lehet hallani ezeket a rohadékokat, basszus, hogy ott sertepert érnek és nagyon szeretnének engem megenni. Nem fogom hagyni, mert kis péniszek vagytok. Gyerünk. Csak rátmászunk. Most itt kell nagyon gyorsnak lenni igazából. Nem itt, bocsánat. Elnézést, egyel odébb. Nem hagyjuk magunkat, nem. Na. Szóval, itt gyorsan előre, lefele, és itt kurva gyorsan beide a sarokba, és használjuk az M-módiszket, jó? Nagyon gyorsan, azután pedig futunk el innen, mert jön a smöre. Gyerünk, oké, egy zöld. Tökéletes. Ott a szörny! Ott a szörny! Köszönjük Kennynek a kifejezést. Meg ott is a szörny. Azaz. Na most itt mindenképpen a másik ablakot kell használnom, különben megint ugye beragadok ott a rács mögött. Ez van. Na most, hogy ezt használtam, most visszamegyek az M-módiszkért, mielőtt elfelejteném, bakker, hogy ott van. Állandó jelleggel túlvállalom magamat, na mindegy, ez legyen a legnagyobb probléma. Továbbra is erre jövök, mert ugye ott még van egy barom, akivel nem szeretnék túlságosan sokat foglalkozni. Ő meg még mindig igazából csak itt lustálkodik, szóval teljesen jó vagyok. Na. Szóval a sorokban hagytam egy M-módiszket, amit majd ide lent kell használnom, szóval nem szeretném ott hagyni. Totálisan rossz helyre jöttem, bocsánat. Rácsos, elnézést. Ide majd később jövünk. Majd mindjárt. Először még nem ide. Túl sok az ajtó, jó? Tehát ez a legnagyobb baj ezzel a játékkal. Egyébként imádom, hogy föl van építve. Ha megint nincs itt. Te meg ne taperoljál. Na. Ezt azért csinálom, hogy visszaálljon alapállásba és nézelődjön majd a kamera felé, jó? Tehát nem szeretném, hogy utánam kerülgessen, mert valószínűleg akkor simán el fogja kapni a nyakamat. Gyerünk! Most lesz a tuti. Ó, bazd meg, de...
Túl közel volt, túl közel volt. Azaz. Csak lefeküdnék, vagy valami, köszönöm. De sokan vagytok hirtelen. Na végre, jó. Szóval megvan a harmadik M-módisk is, oké? És most megyek arra a helyre, ahol ugye a labor kulcsot használtam először. Kicsi ajtó, az mókás lesz. Na de, ezért van nekem gránátvető, mielőtt még elfelejtem bakker átvariálni. Meg van egy csomó magnum lőszerem, ami nagyon-nagyon jó egyébként, hogyha nagyon szeretnétek használni. Nyugodtan jó, tehát most ez az a végigjátszás, ahol nyugodtan lehet használni. Gyerünk. Töké, köszönöm. Ez a legjobb egyébként, hogyha ledugran a fejük, ez a legjobb. Robbanógránát az nagyon-nagyon jó dolog ilyen szempontból. És akkor most pedig itt egy darab ilyen kiméra érdekel engem. Bazd meg, ne! Lefele, lefele! Miért fölfele lőttem? Mekkora kis izé vagyok. Újni, el is dőlt, mint egy zsák. Megtépett? Hol sem be vagyok, nem baj, majd hamarosan úgyis találok egy zöld növényt. Lefele célozzatok, jó? Tehát ne fölfele, ne fölfele. Hogy miért fölfele céloztam, azt nem tudom, reflexből egyébként, általában a plafonon van. Üres kapszula, köszönjük szépen, tökéletes. És akkor megyünk visszafele. A másik kimérával nem kell foglalkozni egyáltalán, ez kicsikét odébb van, és kizárólag akkor fog megmozdulni, hogyha oda megyünk a közelébe, jó? Tehát abszolút semmilyen szinten nem kell foglalkozni a csávóval jelenleg. Jelenleg. Nem mondom, hogy később se, de jelenleg nem. Na most jövök gyorsan be ide, itt igazából egyetlen egy dolgot fogok megnézni majd. Most, később majd lehet, hogy mást is. Itt van egy gránát, amit én szeretnék elrakni magamnak. Köszönöm szépen. Csak nincsen helyem, mert ilyen kis izé vagyok. Na mindegy. Szóval jelenleg... nincs... gyorsan... Igazából csak egy ilyen apróság, tehát ezt így gyorsan kicserélem, aztán vissza is veszem magamhoz. Jaj, nekem most az a gránát van betöltve. Oké, értem. Az még jobb, mert akkor abszolút nem fog helyet foglalni, és mindent viszek magammal. Tök jó. Gyerünk. Természetesen, köszönöm szépen. Legjobb egyébként a robbanógránát. Van, ami jobban szereti a savat, de ez van. Én jobban szeretem a robbanógránátot igazából, tehát ízlés dolga szerintem. Na most azon gondolkodom, hogy úgyis fogok még ide jönni, a magnum jelenleg most nem fog kelleni. Eredetileg azt szerettem volna használni, de végül úgy döntöttem, hogy nyet. Úgyhogy őt is kipakolom, jó? Majd később. Azaz, oké. Na, menjünk akkor tovább. Oké. Ugye visszafelé kell nekem mennem, a 100%. És most fogok bemenni abba a terembe, ahova véletlenül betévedtem egyszer. Ami nem a rácsos, hanem ugye a másik. Szóval. Ott is lesz egyébként egy zombi, különösebben nem fog sok vizet zavarni. De nem baj. Majd megbeszéljük vele. First aid-et az felszedem gyorsan. Jó, csak hogy gyorsan kicsikét meggyógyítom a seggemet, nem tudom mi van benne, de majd mindjárt kiderül. Úgyis elhasználom igazából, tök mindegy, hogy mi van benne, elhasználjuk, jó? Azaz. Ezért mondtam, hogy nem kell pánikolni, jó? Tehát ez az egész végigjátszás, ez úgy van kitalálva, köszönöm szépen, ez egész úgy van kitalálva, hogy nem kell tökéletességre törekedni, abszolút van lehetőségetek hibázni, abszolút benne van a pakliban, hogy megtépik a seggeteket, nem kell ezzel foglalkozni, jó? Nem kell ezzel foglalkozni. Minden rendben lesz. Na kérem szépen akkor. Gyere, zombáj! Megbeszéltük. Gyújtógránátot is fölvettem, valamint itt akkor gyorsan csinálok helyet magamnak, és... ezt így elhasználom. Gyerünk. Még egy harmadik helyen kell használnom igazából, hogy ki tudjam nyitni azt az ajtót, de ez így nekem jó. Ez így van. Köszönöm. Itt van egy doksi egyébként, hogyha valaki szeretne olvasgatni. Én most nem szeretnék olvasgatni. Viszont ő engem érdekel, ezért pucoltam ki igazából mindent az égvilágon. Természetesen kinyitom. Most ugye nálam van az üres kapszula, szóval el tudom vinni magammal. Természetesen igen. Innentől kezdve viszont nem szabad futni, jó? Tehát egyáltalán nem szabad futni. Ugyanis, meg lőni sem nagyon szabad egyébként. Igen.
ugyanis ja, el is veszem a kezemet igazából onnan. Jó, tehát ez nagyon fontos. Ezért tisztítottam meg magam előtt az utat, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni. Innentől kezdve, hogyha én elkezdek futni, akkor nagyon nagy az esély, hogy fölrobban az egész a francba. Én pedig nem szeretnék fölrobbanni, jó? Tehát mindenképpen pucoljátok ki magatok előtt az utat, jó? Ezt mindenképpen ajánlom. És remélem, hogy ez a rohadék, ez nem lett Crimson Head. Nagyon remélem, hogy nem lett Crimson Head, basszus. Az a legrosszabb helyzet egyébként, ha az. És nem. Kiváló. Először onnan látjátok, hogy még nem rögtön támad rátok, csak a földön fekvő hulla az egy ilyen karmos, nagyon karmazsínvörös izé lett. Jó, tehát erre kell figyelni. Az az első, hogy látjátok. Oké, köszönöm szépen. Nem kell és nem szabad futni, jó? Csak így ilyen nyugodtan, kényelmes sétatempóban. Csak így. Lazán. Nyugalom van. Zen van. Örülünk. Remélem később is örülni fogok, mert elhasználtam az élettöltőmet, de mindegy, ez van. Nagyon aktívkodik a hangok alapján, de engem meg pont nem érdekel. Hogyha valaki fülessel hallgatja, akkor az hallja, hogy ott valaki valamit csinál, de engem meg ez pont nem érdekel. Úgy, ide sétáltunk. Tökéletes. Na, helyén van, úgyhogy most pedig futunk, és remélem, hogy nem fognak megtépni. Elviekben nem szabadna, hogyha eléggé gyors vagyok, majd mindjárt kiderül. Én mondom, hogy ő akkor jön le ide, amikor mi elkezdünk itt piszkálódni, szóval... Ja, nagyon örülünk. Ez viszont neccesebb, de nem baj, meg fogjuk oldani. Befutunk ide, akkor az egyik rohadék az lejön, én pedig gyorsan M-módiszk. És ez meg rossz felfordultam. Na végre, köszönöm. Igen, utolsót is elhasználtuk. Így ki lehet nyitni majd ezt az utcot. Szerencsére lassú a támadásuk. Egészen addig, amíg nincsenek a földön. Jó, ha a földön vannak, akkor az gáz. Az nagyon-nagyon gáz, mert akkor sokkal gyorsabban támadnak. Mint ahogy láttátok is ugye az előzőnél, nem számítottam rá. A plafonon vannak, az a legjobb opció az összes közül. Itt is gyorsan fut. Mondom, gyorsan futunk! Nem szeretnék veled barátkozni, köszönöm. El is indítottuk, kérem szépen, működik az áram. Bocs, öreg, nem akartalak, de muszáj volt. Nagyon elcsesztem és beleakadtam itt az oldalába, szóval ez most így annyira nem passza. Nem baj, megoldottuk. Itt az a másik kettő, remélhetőleg el fogok tudni futni, hogyha nem, nyugodtan lőjétek le őket, jó? Tehát egyetlen egy darab ilyen lövéssel szépen meg is van oldva a problémánk. Mondom, hogy lassúak, jó? Tehát ez a legjobb része neki, hogy lassúak. Rossz fele jövök, bazd meg. Menjél odébb, na végre. Menjél odébb. Azért, majdnem benéztem. Itt pedig azonnal futunk, amelyik ott leugrik, az nem érdekel minket. Nyugodtan ugráljon, nézelődjön, jó? Tehát mi vagyunk a gyorsabbak, mi vagyunk az ügyesebbek. Mi fogunk kimenni az ajtón. És innentől kezdve ide soha nem jövünk vissza. Soha többé nem fogunk visszajönni, jó? Tehát innentől kezdve nem érdekel minket. Na szóval, most pedig, hogy megvoltunk, ki is van nyitva ugye minden az égvilágon, most pedig akkor mehetünk liftezni. Gyerünk, áram működik. Lift van, gránátok bekészítve, tökéletes, menjünk barátkozni. Természetesen. Ez így van. Jill! Barry! You could have at least waited up for me, no? Let's go. Jönnek az izgalmak. Tudjátok, kivel találkozunk, ugye? Vagy mivel találkozunk? Én meg ide jövök élettöltő nélkül. Mindegy, ügyes leszek. Ügyi leszek nagyon. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything.
I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Damn it! Jill and Barry together in hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak. Na most én jövök, ugye? Ami nem egy olyan fasz a dolog, de hát sajnos én jövök. Kapja azért az ívet, szóval nem olyan probléma. Egyet-egyet be lehet vinni neki, amikor van egy hosszabb folyosó, akkor talán kettőt is. Gyerünk! Ennyi volt, jó? Ennyi volt, vége is van igazából, nem kell annyira foglalkozni vele. Barry! Barry! You're okay! Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Amire nagyon figyeljetek, hogy kizárólag ezeket a tartályokat kerüljétek körbe. Jó, tehát ami itt van, ezt az egy sort. Ugyanis itt a másik oldalon egy az egybe fal van. Tehát innentől kezdve ez bukó, tehát hogyha ide beszorultok, akkor az nagyon nagy szar, jó? Na végre, akkor az elektromos zárat is kinyitottuk, és ki tudunk jutni innen, jó? Tehát én volt, hogy beleszaladtam bakker, és nem sokon múlott, hogy kinyírjon a rohadék. Talán az előző végig egyszerűen is ez volt, azt hiszem, szóval ne legyetek ilyenek, jó? Ne. Ennyi. Na, és akkor megyünk is kifelé. Izgalmassá kezdenek válni a dolgok, ugye? Ugye? Wesker must have set it off. Let's hurry. So, the system has been activated.
Na most itt én pedig fogom magamat, és gyorsan még egy helyre be fogok jönni. Méghozzá ide. Jó, tehát egy utolsó mentést még megér a dolog. Oké, itt fogok. Nem később, bár később is van rá lehetőségem. De ezen gondolkodom, hogy ott még lesz, hogy akkor tudjátok, hogy nem itt. Jó, tehát majd ott a legvégén, oké, egy darab mentés még lesz. Ami nagyon fontos, hogy kettő darab dolgot kell megcsinálni ahhoz, hogy a lehető legjobb végigjátszást kapjátok. Tehát a legjobb eredményt, ugye. Az egyik az, hogy amikor ott van Liza Trevor, Barrynek vissza kell adni a fegyverét, különben rendkívüli módon meghal, és ezt mi nem szeretnénk, jó? Tehát azonnal halál, instant halál, nem egy fasz a dolog, nem szeretnénk. Ez az egyik dolog, hogy muszáj neki visszaadni. Tehát ezzel Barryt megmentettük. A másik pedig az, hogy egy kedves régi barátunkhoz jövünk ide. Ugye bár most itt vagyunk. Kinyitottuk ugye a 3M Modiskel az egészet, szóval akkor most szépen le fogjuk tudni húzogatni itt ezeket a cuccokat, és megmentünk még valaki. Vajon ki lesz az? Ki marad itt? Ki jön velünk? Izgi, mi? Na most ez megint jó lesz. Úgy mi? Gyerünk befele. Utás. Gyerünk. Menjél már. Na ki van itt? Nyitva az ajtó. Imádom a végjátékokat. Lesz visszaszámlálás is, jó? Resident Evil. Jill! Chris, you're okay! Glad to see you are too. Anything on Wesker? We'll talk later. First, let's get going. Ha valaki szeretne, akkor azonnal visszajöhet ide, tehát van rá lehetőség. Itt persze Jill-t nem üldözték ugye ezek a kimérák sem, de mindegy, van rá lehetőség, és itt van rögtön, ugyanúgy, mint ahogy Krisztinéd is volt, van itt egy kis lőszer, oké? Tehát, hogyha valaki szeretne még, ezek mellé konkrétan egy istenvehető tankot el tudnék intézni legalább háromszor ezekkel, akkor nyugodt szívvel fölveheti, jó? Jó. Nyugodtan. Na, húzunk innen a vérbe. Gyere, Kristóf! Christopher Redfield! Come with me if you want to live. Régi szöveg, de imádom. Come on, let's go. Na. Most pedig ugye húzunk innen el, visszafelé, végig megyünk visszafelé. Természetesen. Most egy ilyen nagy kör. Itt megint lesz egy pár rohadék, akiket megszabadítunk az életüktől. Vagy hát nem feltétlenül kell megszabadítani. Tudjátok, maradjanak itt, jó? Tehát nyugodtan zombuljanak itt. Úgyse nyírtam ki egyiket se elvileg. Legrosszabb esetben mi fog velem történni? Te vasz? Másnak a problémái. Ott van egyébként a sarokban rögtön az ajtóval szemben, kapuval szemben egy bazi nagy benzintank, szóval még föl tudjátok tölteni magatokat, hogyha esetleg vagy föl tudjátok tölteni és fölgyújtogatni ezeket a radikokat, hogyha szeretnétek, jó? És akkor még egy utolsó körre elmegyünk randevúzni, gyere ide te Inkribon, jó? És akkor mentés. No, következő a helyzet, hogy most pedig ezt én elteszem. Elviszem magammal igazából, viszek magammal, semmi extra, ezt már csak azért, hogy megmutassam, hogy ilyet is lehet csinálni. Jó, tehát viszek magammal magnumot, magnumlőszert, igazából teljes mértékben tök fölösleges, de mindegy. Jó, kipakolom még ezt is, tehát ezt csak azért mutatom, hogy rengeteg lehetőségetek van még pakolni magatoknak dolgokat, oké? Oké, szóval akkor most pedig futunk fölfele. Utolsó rész következik, kérem szépen. Come on, hurry! Na, és akkor most megyünk ugye szépen az utolsó boss után. Imádom a Tyrantet, mert most egy egészen más megközelítést fogok alkalmazni. Ezt fölveszem azért mindenképpen, jó? Tehát legyen nálam valami tartalék, az a tuti, jó? Tehát az a baj, hogy a következő rész az kicsikét kiszámíthatatlan,
Nyilván, hogyha valaki ugye többet gyakorolta, tehát vannak ilyen speedrunner állatok, akik basszus tényleg így bele tudnak ölni annyi időt, hogy az félelmetes, annak nyilván könnyebb. Egy darab növény, mindegy, elég lesz, jó? Elég lesz. Simán. Na szóval, Brad az itt van ugye valahol. Ez mondom, hogy egyetlen slot kell igazából, mert ezt föl kell venni. Rákényszerít a játék arra minket, hogy mindenképpen hagyjunk egyet magunknak, jó? Rákényszerít a játék, és akkor pedig ide ezt beletömjük. És nyílik szépen minden. Végjáték. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Jó Resident Evil divatnak megfelelően, most ugye összességében 3 percet kaptunk a végén, hogy letudjuk a dolgokat. Ja, na most ezt a következő képen lehet megcsinálni. Tehát ezért mondtam, hogy mindenképpen rákényszerít a játék minket, hogy egy darab helyet hagyjunk, szóval ők a jelző rakéták, amit ugye Bradnek föl kell küldeni ahhoz, hogy tudja, hogy hol vagyunk. Normál esetben mindenki ilyenkor föllövi, és utána indul a balhé. Én nem. Jó, tehát én nem. Én meg fogom várni azt, hogy olyan 45 másodpercig kb. Lemenjen az egész. Azért addig, mert a játék úgy van kitalálva, hogyha egy bizonyos mértékű sebzést kap a Tyrant, nem tudjátok a Tyrant, hogy vissza, bizonyos mértékű sebzést kap, akkor is Brad ledob nekünk erre a kétavetőt, vagy a B opció, hogyha 30 másodpercnél vagyunk, tök mindegy, hogy addig csak futkostunk körülötte, akkor is ledob egyet, jó? Én az utóbbit választom, egyetlen egy oknál fogva kisebb az esélye annak, hogy én kapni fogok egy pofont, viszont ha 45 másodperc környékén én elindítom ezt a cuccot, akkor van lehetőségem arra, hogyha valamelyik, hogyha Tyrant elkapja Barryt, hogy a társunkat el tudja kapni egyébként, akkor le tudjam szedni róla. Ugyanis a legnagyobb baj az, hogyha az, hogy megüti, az egy dolog, de hogyha elkapja valamelyiket, és nem szedjük le róla, akkor megöli. Jó, tehát a legjobb befejezésre hajtunk, tehát hogyha esetleg kedves Barrynket elkapná az a rohadék, akkor mindenképpen kell nekem egy 10 másodperc nagyjából, hogy leszedjem róla, ezért hagytam magamnak ennyit. Oké? Okay? Hú, közelítünk. Ez remélem, hogy jól fog elsülni, jó? Tehát ez ilyen lutri egyébként, tehát a legrosszabb az, amikor rám fókuszál a szemétláda, és utánam jön. Az a legrosszabb helyzet, ezért hoztam magammal legalább azt az egy darab zöld növényt, hogy némi esélyem legyen ellene, mert amúgy jó szokás a Tyrantnek, hogyha egyszer csap meg, akkor még ott vagy a közelben, és akkor megcsap még 2-3-szor, jó? Tehát simán tetű a játék, nagyon sokszor. És most vettem észre, hogy néztem vissza a felvételeket, hogy túlságosan sokat őzök mostanában, pedig annyira örültem neki, hogy leszoktam róla. Na, közelítünk, mint a szilveszterkor, jó? Figyeljetek! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tűzijáték. Na, mehet is föl Bradnek. Jill! You made it! Na ez most jó lesz. Remélem, hogy ráfókuszál, Barry húzzonnom. És ez meg elkaptam. 2. Azaz, hagyjad békén. A rohadék anyádat azt. És ott van. Jill, use it! Kill it, whatever it is! Gyorsan visszajövünk. Hagyjad békén. Ó, oh, bazd meg, ez fájni fog!
Mondom én! Így hezd meg, oké. Nem baj, még messze van. Na figyelj, van egy olyan ötletem, hogy mit szólnál hozzá, hogyha én ezt így, azért biztonság kedvéért, ha én ezt fölvenném és akkor mosolyognál, jó? Gyere te pöcs! Ott is van! És ez volt a Resident Evil 1, Jill. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy élveztétek az egészet, remélem, hogy kellemes volt, és remélem, hogy sokatoknak tudtam segíteni bizonyos taktikákkal, hogy mi kell, mi nem, és hogy úgy tudjátok befejezni ezt az egészet, hogy sokkal több lőszeretek van, mint amire valaha szükségetek lesz, jó? Tehát, ha így van, akkor tényleg dobjatok egy kommentet, és továbbra is, hogyha eljutottatok idáig, írjátok, hogy zebra, jó? Oké, köszönöm szépen. Következő alkalommal is gyertek ide, ha minden igaz, akkor hétközepén fog véget érni ez az egész sorozat, ami azt jelenti, hogy van lehetőségetek még ezen a héten belenézni valamiben. Hétvégén nem nagyon szoktam föltölteni, szóval aki esetleg korábban nézi, mert tag, az tényleg ne spoilerezzel, jó? Léci, senkinek az égvilágon, köszönöm szépen. Szóval, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot mindenképpen. Aki nem tette, az rohadt gyorsan iratkozzon föl, jó? Tehát nem olyan bonyolult történet. Illetve írjatok kommenteket mindenképpen, azt szeretem a legjobban, hogyha tudok nektek válaszolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk ismét. Legyen szép estétek! Sziasztok! Jill, you did a fine job.